Natália a 18. születésnapjára kapta a báli belépőt. A báli meghívót 18. születésnapomra kaptam a páromék családjától, születésnapi ajándékként, úgyhogy elég romantikus történet fűződik hozzá, és nagyon örültem neki, mert ezzel nem csak nekem kedvezett a barátom, hanem a nagymamámnak is, akinek már születésem óta ez volt az álma, hogy eljöjjek az Annabára, mert még az Alföldre, Kecskemétre is eljut a híre. Úgyhogy így kerültem tulajdonképpen ide, kecskeméti származású vagyok, és Budapesten élek már 5-6 éve. Szerintem ez egy olyan esemény, amit egy 18 éves lány nem hagyhat ki, és illik eljönni egy ilyen bába, hogyha meghívják szerintem az embert, és remélem, hogy ez olyan élmény lesz, amit nem felejtek el, és majd a gyerekeimnek, unokáimnak, mindenkinek továbbadok, és hogy majd ő is eljöjjön. A Lovasi László gimnáziumban tanulok Veszprémbe. Hát, hogy még mi szeretnék lenni, ezt pontosan nem tudom, és ezért kaptam szüleimtől 18. szülinapomra egy utazást. Egy évre most kimegyek Finnországba, és ott folytatom a tanulmányaimat egy évig, majd utána hazajövök, és itthon szeretnék érettségizni. Az angolomat szeretném fejleszteni, és majd a finnt megtanulni és elsajátítani. A Balatonalmádi kétannyelvű gimnáziumba járok, és az orvosi egyetemen szeretnék tovább tanulni, és plasztikai sebész szeretnék lenni. Szeretnék segíteni az olyan embereken, akik mondjuk egy baleset, vagy akármilyen esemény miatt elvesztik mondjuk az arcukat, és szerintem nagy dolog visszaadni ezt nekik. Az nagyon szomorú, hogyha látod, azt mondtad, hogy plasztikai sebészet, és nekem egyből az jutott eszembe, hogy a szépészet, ugye? Igen, hát abban van a nagy pénz, úgyhogy nyilván azokat a műtéteket is meg kell csinálni, de én szeretnék segíteni is. Nagyon, nagyon boldog vagyok, nagyon élvezem az egészet, nagyon, hát minden 6 éves füredi lánynak ez az álma, úgyhogy ha egyszer eljön, akkor azért az ember nagyon boldog, meg gyönyörű a zene, a fények, a ruhák, minden, nagyon élvezem. Nagyon szeretnék olyan színésznő lenni, aki elvégezte az egyetemet és diplomás, úgyhogy mindenképpen erre hajtok, ha addig ez egy göröngyös út lesz, és el kell kezdenem valami mást, hát akkor így akarta a Jóisten, de mindenképp színésznő leszek. Az ember akkor döbben rá igazán, hogy Füred milyen mesés, amikor elköltözik. Tehát ez nem is tudtam, hogy ez mekkora ajándék, hogy én itt lakok, amíg el nem költöztem. Hát az, hogy az embert vasárnaponként mindenki ismeri a templomba, és utána a szokásos krémesét eszi a Bergmannál, hát ez nincs. Tehát, hogy ezért ezt most már nem tudom úgy csinálni, ahogy eddig. De hát ezzel szemben viszont nagy élmény, amikor megjövök. Tehát akkor újra azt élem, mint amikor először lesétáltunk a partra, és rácsodálkozom, hogy hát Füred gyönyörű és tele van élettel mindig, és minden percében él. Balatonfüred kulturális testvérvárosaiból, Szolnokról, Kecskemétről és Debrecenből, a gimnáziumokból több fiatal pár is érkezett. Szolnokról, amely elnyerte a legélhető város címet, talpra esett fiatal hölgyekkel találkoztunk. Bogi. Zsuzsi. Niki. Claudia. Igazság szerint egy halvány izgalom volt mindenkiben, a megfelelés, illetve hogy jól teljesítsünk itt is, és hogy képviseljük Szolnokot, de azt hiszem, hogy helytállunk mindnyájan, és szívesen vagyunk itt jelen. Barátommal érkeztem, másfél éve vagyunk együtt, és nagyon örültünk, hogy eljutottunk közösen egy ilyen eseményre. Nem kellett rá beszélni a fiút, hogy eljöjjön? Nem, ő még lehet jobban örült, mint én. Idén a báli közönség választotta meg a legszebb 15 lányt, de mint láttuk, jóval többen felfértek volna a szépek a színpadra. A hölgyeket Kéri Kitti és Oberfrank Pál, az est műsorvezetői mutatták be, hogy majd a zsűri válassza ki a legszebb három hölgyet az Annabálon. A zsűri tagja volt a kisernő díjas Litkei Farkas is, a népszerű vitorlázó, aki eddig 10-szer nyerte meg a kék szalag versenyt, és már most is a hétvégi tókerülőre készül. Szigorú rend uralkodik, és a felkészülési szintet, hogy egy kicsit meghatározzam, eddig mindig elmondtam, hogy mi fog következni, és beszámoltunk, hogy
forduló lesz, készülj 1-2-3, most ott tartunk, hogy nem szólok, hanem tolom a kormányt, és meg tudunk fordulni. Még nem azon a szinten, mint szeretném, de már megfordulunk anélkül, hogy szólnék. Még ezen egy picit csiszolunk, és fantasztikus jó lesz a csapat. A kisernődíjat Frany Tamás agykutató vehette át ebben az évben. A Kisomogyi Péterrel és a bálon szintén résztvevő Buzsáki Györggyel együtt március elején nyerte el elsőként az agykutatás Nobel-díját, a The Brain Prize-t. Én amikor harmadikos gimnazista koromban először láttam meg az idegsejtekről és hálózataikról készült rajzokat, Szent Ágotai rajzait, én akkor teljesen a vizuális élmény alapján estem szerelembe az idegrendszer komplexitásával. És hát azóta is ebbe vagyok beleszeretve, és valóban az idegrendszer, az agy, az anyag evolúciójának legkomplexebb terméke tulajdonképpen, az anyag fejlődésének a csúcsa. Tehát ezt kutatni, és közben hinni abban, hogy megismerhető az a szerkezet, ami egyébként felelős magáért, a megismerés folyamatáért, ez már science fictionnek is betudható, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy olyan részleteket tudunk megismerni erről a hihetetlen, végtelenül komplex szerkezetről, ami viszont elősegíti különböző idegrendszeri betegségek gyógyítását. Tehát ahhoz, hogy a Parkinson-kort például gyógyítani tudjuk, mint ahogy manapság már a mélyagyi stimulációval kiválóan karban lehet tartani, ez nem kell az egész agy működését megismerni. Nem kell tudni azt, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan keletkeznek az eredeti új ötletek, stb. Ezek még óriási titkok, de az, hogy különböző betegségek alapmechanizmusait megértve tudjunk akár egy megelőzési stratégiát kidolgozni, akár egy jobb gyógyítási módot, ez reális lehetőségeink vannak már ma is. Veszprémiként tulajdonképpen az összes nyaramat itt töltöttem a Balatonon, Füreden, Almádiban. Aztán egész kisgyerek voltam, amikor édesapám egy szőlőt vásárolt Lovason, és onnantól kezdve pedig a borhoz is, a szőlőhöz is van egyfajta kötődésem. Miután a bornak az ízét és minőségét is elkezdtem értékelni, onnantól fogva már nem a lovasi borokat kedveltem, hanem inkább a füredés, a csopakiakat, ha már Balaton felvidékről beszélünk. De hát ez csak egy mellékvágány. A lényeg az, hogy polgármester úr révén én már elég gyakran megfordultam itt Füreden, különböző kulturális, tudományos rendezvényeken, és én tényleg igazán nagyon megbecsülve érzem magam, hogy Füred, akármennyire is Veszprém szülötte vagyok, de Füred ilyen mértékben felfigyelt a tudományos tevékenységemre, és én nagyon boldogan vallom azt, hogy innentől fogva nekem Füred a második hazám, második szülővárosom. A bálon nem szomorkodtak azok a lányok sem, akik nem kerültek be a legszebb 15 vagy akár a legszebb 3 közé. Ja, én félig füredi vagyok, a nagyszüleim itt élnek, és apukám is itt élt, amíg el nem ment dolgozni, és kisgyerekkorom óta mindig hallgattam az Anna Bálról szóló történeteket, és mindenképpen szerettem volna ennek én is a részese lenni. Most megvolt a zsűrizés, az első kör, nem kerültél fel a színpadra. Jelent ez neked valamilyen csalódást? Igazából nem, mert ez nagyon szubjektív, és úgy gondolom, hogy jól döntöttek azok, akik szavaztak, szóval nagyon szép lányok kerültek be. Most megvalósult egy álom, örülök neki, hogy apaként ezt most megélhetem, és itt áll mellettem a kislányom, aki boldog, és örülök, hogy együtt lehettem vele. Ez egy családi program volt mindig, amikor megnéztük a bevonulást, megnéztük a másnapi kikocsikázást, ezen nőttünk fel, tehát évente rendszeresen jött ez a program, itt voltunk, jelen voltunk, tapsoltunk, ujjongtunk.
mi ezt anyukámmal nagyon sokat beszéltünk erről, hogy ez az egész, ez egy élmény, és nem úgy kell idejönni, hogy nyerni, hanem ez egy életre szóló, maradandó élmény, és az, hogy bekerültem a 15-be, az hihetetlen, tényleg még most sem hiszem el, és nagyon boldog vagyok. Én idén érettségiztem Pápán a Református Gimnáziumban, és szeptembertől szeretnék az ELTE-nek a gyógypedagógia karán tanulni. Éjfélkor kiderült, hogy ki lett a bál szépe. A 188. Annabál királynője Darvalics Virág Budapestről, első udvarhölgye Balla Lilli Balatonfüredről, és a második udvarhölgy a budapesti Szórát Szara lett. Idén érettségiztem, és nagyon fontosnak tanulom a tanulást. Tovább is tanulok, emellett sportolok, és sok időt szentelek a barátaimnak, illetve a családomnak. Ezek a legfontosabb dolgok az életben. A Hunfalvi János szakközépiskolában tanultam, ez egy közgazdasági szakközépiskola, és a Corvinusra szeretnék tovább menni. Pár napon belül kiderül, hogy felvettek-e. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy az első udvarhölgy lehetek. Mit kaptál itt a váron, mint első udvarhölgy? Hát egy herendi porcelánvázát, ékszert kaptam, annyi mindent, virágot. Édesapámmal találkoztam, mivel ő kísért el a bárra. Nagyon-nagyon büszke rám, és remélem, hogy anyáék otthonról nézik a húgommal, meg az ismerőseim, rokonaim. Britannica Nemzetközi Gimnáziumból érettségiztem májusban, úgyhogy most megyek ki Hágába tovább tanulni hotelmenedzsmentet. Tánc a mindenem, szóval kiskorom óta táncolok. Most sajnos az érettségi idő alatt nem jutott sok időm rá, de biztos, hogy ezt szeretném folytatni még. Én showtáncot táncolok csapattal. Én kiskorom óta Balaton mellett nyaralunk, telelünk, és 11 éve már Tihanyban van egy házunk, úgyhogy ott töltünk minden szünetet, minden nyarat, telet, karácsonyt. A bál végén dr. Bóka István polgármester kérdeztük, mennyire elégedett az idei Anna bállal. Ebben az évben ötvözni tudtuk a média jelenlétét és a báli közönség részvételét a bálban. A média nem ült rá olyan mértékben a bálban, bárra, mint ahogy korábban talán tette, és talán emiatt kritikákat kaptunk. De az biztos, hogy szükségünk van a médiára, mert egy nagyon pozitív üzenet tud szerte az országba, meg a világba közvetíteni, de meg kell hagyni a báli jelleget. Én bízom abban, hogy most már a döntés után a báli jelleg is erős lesz, tehát sokan fognak táncolni, nótázni, valójában ténylegesen mulatni, ahogy egy Anna bálhoz élik. A bálon hagyományosan a tavalyi bál szépe Bőr Viktória táncolt elsőként, majd a közönség hajnalig rotta. Másnap a szépeket bemutatták a közönségnek, és a bál királynő és udvarhölgyei szokás szerint végig kocsikáztak a városon.